Megszületett az előzetes megállapodás az Európai Parlamentben az egységes minimálbér szabályok elfogadásáról. Dobrev Klára szerint ezzel véget érhet az a korszak, amikor a minimálbér emelése Orbán Viktor személyes kegyeként a miniszterelnök jókedvén múlik. Brüsszelből kapcsoljuk Dobrev Klárát. Aki itt van már velünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Remélem, hogy hamarosan látjuk is, de hogyha nem, hallani halljuk. Pontosan mit fogadtak el? Mi van a javaslatban? Az európai minimálbér szabályozásnak két nagyon fontos része van, remélem látnak és hallanak. Az első az arról szól, hogy mostantól kezdve, miután a jogszabály életbe fog lépni, nem lehet a minimálbéreket össze-vissza eltussolva emelni, hanem szabályozott, egyértelmű rendben kell meghatározni és utána emelni. Ez lehet az átlagbér, a mediánbér. Lényeg az, hogy kiszámítható legyen, és az európai dolgozóknak ad biztonságot. A szabályozás második fele pedig megszünteti azt a rendszert, ahol ki lehetett zsákmányolni a dolgozókat, ahol semmi nem védte a dolgozókat. A szakszervezetek megerősítéséről szól ez a második pillér. El kell érni, hogy a dolgozók 80%-a az bizony szakszervezeti tag legyen és képviselje magát. Csak összehasonlításként Magyarországon az Orbán kormány 2015-ben végzett utoljára felmérést, akkor 9%-a a dolgozóknak volt szakszervezeti tag. Ezen is változtatni fog ez a szabályozás. De hát hogy lehet kötelezni egy dolgozót, hogy szakszervezeti tag legyen, ha ő mondjuk nem szeretne az lenni? Természetesen nem a dolgozót kötelezik rá, hanem meg kell teremteni a kormánynak az összes olyan feltételt, ami garantálja, hogy a szakszervezetek visszakapják azokat a jogaikat, amelyek rendelkezésre állnak. Nézd, én azt látom Európában, hogy ahol erős szakszervezetek vannak, ott magasabbak a bérek, és nagyobb biztonságban tudnak dolgozni az emberek. Ahol előre kiszámítható, hogy milyen béreket fognak kapni, az nem csak a minimálbéreseket érinti. Ettől a szabályozástól azt várják a képviselőtársaim szerte Európában, hogy általában megemeli a bérszínvonalat, különösen azoknál, akik most aránytalanul keveset keresnek. Úgyhogy az emberek meg annak hallatán, hogy európai minimálbér, nagyon sokan gondolhatnak arra, hogy hát akkor olyan jól fognak keresni, és annyi lesz a minimálbér, mint mondjuk Luxemburgban, de itt nem erről van szó. Újhely István, MSZP-SZP képviselőtársa kiadott egy közleményt, és ebben azt írja, ne kergessünk déli bábot, fontos előrelépés született a minimálbér, európai minimálbér általános rendszerének megteremtésében, ugyanakkor ne vezessük félre a több pénzre váró magyar embereket, sajnos még messze vagyunk attól, hogy a magyar dolgozó is európai szintű minimálbért vihessen haza. Magyarul ez nem azt jelenti, tehát nem fog annyit keresni egy magyar dolgozó ugyanazért a munkáért, mint egy német dolgozó ugyanazért a munkáért. A minimálbéreket, általában a béreket, azokat ahhoz hasonlítjuk, ami az adott országban kell a megélhetési költségekhez, ami az adott országban kell a tisztességes élethez. A cél az az, hogy aki Európában dolgozik, az tisztességgel el tudja tartani a családját, ki tudja fizetni a számláit. Magyarországon például a mostani minimálbér szabályozás alkalmazásával legalább 250 ezer forintnak kellene lennie a minimálbérnek, hogyha az átlagbérhez vagy a mediánbérhez mérjük. De lehetővé teszi ez a szabályozás, hogy ne az átlagbérekhez, hanem például az árszínvonalhoz, a létfenntartás költségeihez kössék a minimálbér. Elnézést képviselő, hogy lehetővé teszi, vagy kötelezi. Mert én a tervezetben azt olvasom, hogy a legkisebb keresetek és a bérek megállapítása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Tehát nincs szó arról, hogy ez kötelezővé tenni. Tehát a kormány ugyanakkor a minimálbért vezethet be, vagy tarthat itthon, mint most, vagy amekkorát szeretne, vagy amekkoráról megállapodnak a munkaadók és a munkáltatók. Hát ugye a magyar kormány mit fog csinálni, erről majd később beszéljünk még külön, mert ez tényleg megér egy misét. A mostani szabályozás az lefekteti azokat a szempontokat, ami alapján meg kell határozni a minimálbért. Ezen belül a kormányoknak van mozgástere természetesen, hogy az átlagbér, mediánbér, vagy éppen az árszínvonal, vagy a létfenntartás költségei egy valamit nem tehetnek meg. Nem tehetik meg azt, hogy mostantól kezdve nem mondanak világos szabályokat, nem közlik előre, hogy mi alapján fogják a minimálbéreket emelni, és éve
évente ezt felül kell vizsgálniuk. Ez az, ami kötelező, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok ember számára megkönnyebbülést jelenthet. Na de miben lesz ez más? Mert amikor ugye vannak ezek a bértárgyalások, régen volt az OÉT, ugye egyeztettek a munkaadók és a munkavállalók, akkor mindig megállapodnak, és akkor ott van a kormány harmadik szereplőként, vagy nem állapodnak meg, mint hogy egyébként példátlanul legutóbbi esetre, hát bizonyára emlékszik, 5%-ot akartak adni, a munkavállalók pedig 8%-ot szerettek volna, vagy talán többet, nem emlékszem pontosan, majd jött a kormány, és akkor lett egy bizonyos emelés, tehát hogyha mondjuk holnaptól élne ez a javaslat, amit most elfogadtak, akkor mekkora minimálbért kellene bevezetni a kormánynak, vagy mit tartalmaz egészen pontosan a javaslat? Egészen pontosan azt tartalmazza, hogy a minimálbér meghatározása, különösen, hogyha a kormány hatáskörébe tartozik, mint Magyarországon, annak egyértelmű szabályoknak kell lennie. Attól nem lehet eltérni. Ma nincsenek a minimálbér meghatározásának egyértelmű szabálya. Hogyha megkérdezik öntől, hogy jövőre mennyi lesz a minimálbér, mi alapján fogják kiszámítani a minimálbért, akkor valószínűleg zavarba jönne, hiszen nem tudhatja. Ez jelen esetben sajnos az érdekegyeztetés kiüresítésével végképp Orbán Viktor kénye kedve szerint alakul. Az új szabályozás alapján azonban megkövetelik a kormányoktól, hogy előre mondja el, hogy pontosan mi alapján fogja meghatározni a béreket. Nézze, az egész kormányzat elmúlt 12 éve azt bizonyítja, hogy Orbán számára az olcsó és kiszolgáltatott munkaerő a legfontosabb ebben az országban. Emiatt tartunk itt, ahol tartunk. Ha arra keresi a választ, hogy Orbán mit fog erre lépni, erre sajnos még én sem tudom a választ. Különösen azért, mert azt láttam, hogy az elmúlt években az európai szinten is mindent elkövettek annak érdekében, hogy még véletlenül sem szülessen meg ez a szabály, mert látszik, hogy zavarja őket, látszik, hogy egy olyan dologba avatkozik be szerintük az Európai Unió, amihez az Európai Uniónak nincs köze, már pedig szerintem az Európai Uniónak igenis van köze ahhoz, hogy hogyan élnek a magyar emberek. Mondani akkor, mert jó, elfogadjuk, mondjuk ön azt mondja, hogy a 16-án Orbán nem sunyoghat tovább, kiderül, hogy mennyit számítanak neki a magyar munkavállalók, mondjuk elfogadják ezt, és azt mondják, hogy Magyarországon a minimál bért a munkavállalók és a munkaadók javaslatai vagy egyesége alapján fogják majd emelni, vagy infláció követő lesz, akkor is iszonyatosan messze van még a magyar munkavállaló és a magyar minimálbér a nyugat-európaitól, tehát a közelében nem leszünk. Nézze, Orbán Viktor politikájába vagy fejébe nem látok bele. Azt látom, hogy a miniszterelnöknek a háta közepére nem, vagy a miniszterelnök a háta közepére nem kívánta ezt a szabályozást. Én az európai parlamenti kampányban azt vállaltam, és erre nagyon büszke vagyok, hogy ez a szabályozás meg fog születni. Ez egy biztonságot adna, igaza van egy tisztességes kormány esetében. Hagy utaljak egy másik történetre, éppen ma nyújtotta be a költségvetést a kormány. Azt látszik, hogy soha nem látott megszorításokkal próbál 1000-2000 milliárd forintot beszedni az emberektől, a gyógyszeráraktól kezdve az élelmiszerárakon át, szinte majdnem mindennek nőni fog az ára, nem beszélve az önkormányzatok kivéreztetéséről. 1000-2000 milliárd forintokról beszélünk. A másik oldalon ott van 13000 milliárd forint összességében, amit az Európai Unió Magyarország rendelkezésére bocsátott. Ezen is nagyon sokat dolgoztak a DKSEP képviselők is, hogy ez a 13 ezer milliárd forintot legyen. Orbánnak egyetlen egy dolgot kellene tennie. Abba hagyni a lopást, átláthatóvá tenni a közbeszerzési rendszert, megszüntetni a korrupciót, és ez a 13 ezer milliárd forintnyi pénz bejönne az országba. Ehelyett azt látjuk, hogy megszorítások vannak, hogy devizahitelt vesz fel iszonyatosan drágán. Ha azt kérdezi, hogy a magyar kormány egyébként meg fogja változtatni a politikáját, akkor sajnos én is azt kell, hogy mondjam önnek, hogy nem látom ennek esélyét sem. Én azt kérdezem, hogy ha a DK lenne kormányon, akkor mennyi lenne a minimálbér? Milyen szabályokat fektetnének le? Tud mondani összeget, hogy mennyi lenne egy DK kormány alatt most a minimálbér? Mennyire emelnék fel? Én úgy gondolom, hogy most a reális minimálbér az legalább 250 ezer forint. Ez nagyjából az átlag, illetve a medián bérekhez kell igazítani. Azonban ezzel az inflációs környezettel, és ezt is nyilvánosan és transzparens módon lehetne megszabályozni, ezzel az inflációs környezettel a minimálbér emeléseket, azokat folyamatosan meg kellene tenni annak érdekében, hogy az emberek be tudjanak vásárolni, el tudják látni a családjukat. Tehát első lépés 250 ezer forint, és aztán tovább emelni. A DK szerint hány kis vállalkozás menne tönkre például azonnal? Ugye a vállalkozások mindig azt mondják, még 8%-ot sem tudnak igazdálkodni, tizet sem, nem hogy 250 ezer forintos minimálbért, hát, egyszerre ilyen hirtelen. Hát,
a kormány tisztességes adórendszert vezetne be, ha tisztességesen gazdálkodna, hogyha lehívná azt a 13 ezer milliárd forintnyi pénzt, ami az Európai Unióban a rendelkezésünkre áll, és nem lenne ekkora költségvetési luk, és ki a költségvetési hiány, akkor nagyon másképp néz neki ez a kormány. Mi választási kampányban is elmondtuk, hogy ez a kormány az brutális megszorításokra kényszerül. Azért kényszerül erre, mert nem hajlandó abba hagyni a lopást, nem hajlandó lebontani a korrupciót. Egy tisztességes kormány tisztességesebb életet tudna biztosítani a magyaroknak. Egészen más, de még szeretném kérdezni a szankciós csomagról is. Mit szól pártársa Niedermüller Péter szavaihoz? Most polgármester, de korábban európai parlamenti képviselő volt. Ő azt írta ugye a Facebook oldalára, hogy Trianonnak köszönhetően élnek jobban a magyarok Romániában, Szlovákiában és a többi környező országban. És annyit nyilatkozott már Niedermüller Péter, hogy nem ért, hogy miért kellene ezért a bocsánatot kérnie. Ugye nagy felháborodás övezte a szavait. Mit szól ehhez? Hát, hogyha az egész bejegyzést elolvasták volna, akkor pontosan lehetett volna érezni, hogy miről szól a történet. Trianon egy brutális seb a magyar történelemben. Családok ezreit, százezreit szakítottak külön, és mind a mai napig egyébként viseljük ennek a következményeit. Niedermüller Péter ironikusan arra próbált utalni, hogy most már Horvátország után Románia, sőt Bulgária is bevezeti az eurót. Arra próbált utalni, hogy Magyarország, amely éllovas volt ebben a közegben, ebben most azt látjuk, hogy a legrosszabbul élnek az emberek. Ha összehasonlítjuk például a szlovák nyugdíjasokkal, vagy a szlovák életszínvonal az euró bevezetése után, a szlovák inflációval, akkor azt látjuk, hogy ott is jobban élnek. Irónia akart lenni, amely azt hiszem, hogy sokak számára nem volt érthető, de köze nem volt ahhoz a tragédiához, amit Trianon jelent az országnak. Érthető volt, mert ugye ő azt mondja, hogy nem tartozik bocsánatkéréssel, de nagyon sok családot, mondjuk határon túli magyart is megsérthetett azzal, hiszen mondjuk 30-40 évvel ezelőtt határon túli magyarnak lenni egyáltalán nem azt jelentette nyilvánvalóan, mint ma, és ugye éppen azon a napon posztolta ezt, amikor az összetartozásra emlékszünk. És azt hiszem, hogy Trianonnal kapcsolatban mindannyian ugyanúgy gondolkodunk, az, hogy mennyire fáj és mennyire nehéz feldolgozni mind a mai napig ezt a traumát, de őszintén, aki belegondolt volna abba, hogy 10-12 évvel ezelőtt gondoltuk volna arra, hogy Romániának hamarabb lesz eurója, mint Magyarországnak. Gondoltuk volna azt, hogy Békés megyéből mennek át nyáron idénymunkások Romániába dolgozni, mert többért tudnak érte kapni. Gondoltuk volna azt, hogy Szlovákiában az oktatási rendszer az jobb lesz, mint a magyar, és már magyarok viszik át a gyerekeiket Szlovákiába tanulni a szlovák iskolákba. Olyan mértékben csúszott le Magyarország a környező országokhoz képest, és akkor nem Németországról és Hollandiáról beszélünk az elmúlt 12 évben, amely azt hiszem nagyon fájdalmas minden magyarországi magyarnak is. Visszatérve az uniós pénzekre, ugye a lengyelek helyreállítási tervére rábólintott múlt héten a bizottság, ott a legfőbb kifogás a bírósági fegyelmi kamara ellen volt, ugye Ursula von der Leyen nyilatkozott, hogy azért még a bíróság függetlenségéről meg kell győzni a lengyeleknek az uniót, de a helyreállítási javaslatot elfogadták, mert csak a magyar nincs elfogadva. Ugye Navracsics Tibor azt mondta, hogy évvégig meg akar egyezni a függőben lévő EU-s támogatásokról. Mit mond erre, mekkora esélye van erre évvégéig Navracsics Tibornak? Hát azt tudom mondani, hogy hajrá Tibor, akkor tessék szíves lenni az autópályákat visszavenni Mészáros Lőrinctől, átalakítani a közbeszerzési rendszert, hogy ne csak a fideszes oligarchák gazdagodjanak, tessék végre független ügyészséget létrehozni, hogy azokat a korrupciós ügyeket kivizsgálják. Ennyit kér az Európai Unió, és nem többet. Annyit kér, hogy az európai adófizetők pénze az magyar emberekhez kerüljön. Úgyhogy sok sikert kívánok Navracsics Tibornak, csak erről nem Brüsszelben kell megállapodnia, hanem a magyar kormánnyal kell megállapodnia. Mit kér konkrétan? Ugye említettem, a lengyeleknél ott volt egy bírósági fegyelmi kamara szűnjön meg, ez megtörtént, ez egy nagyon konkrét dolog volt nálunk, nem ilyen konkrét a dolog, korrupció ellen, meg korrupciós kockázatok miatt nem adják ezt a pénzt, de mik lennének azok a lépések, konkrét lépések, ahol ön szerint kezdeni kellene? És tudom, hogy csatlakozzon a kormány az Európai Ügyészséghez, de nem fog, de akkor mit vár az Unió? Nálunk rendszer szintű a probléma. Nálunk az egész rendszer arra épült rá, hogy az Európai Uniós pénzeket egy szűk kör ellopja. Igen, egyébként ilyen egyszerű dolgokat, hogy csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez. Át kell alakítani a közbeszerzés rendszerét. Olyanná, hogy ne egy-egy vállalkozó kapja meg ezeket a pénzeket. Szabaddá kellene tenni az oknyomozói újságírás. Nyilvánosságra kellene hozni az adatokat. Annyira egyszerű dolgokat kér az Európai Unió. Olyan dolgokat, amely minden magyar érdekében áll, és amelyeket a kormány
kormány nem hajlandó megtenni. Ugyanaz a helyzet, mint az európai minimálbér esetében. Mi európai parlamenti képviselők megtettük a legtöbbet, amit európai szinten meg lehet tenni. Magyar politikusként van feladatom abban, hogy az elkövetkezendő években Magyarország is visszatérjen erre az európai útra. Dobrev Klárának Brüsszelből köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen!